ezt se rakjuk a paprikába, hiszen a paprikában, amikor leszedik a hölgyek a csutát, a mag körül van a mag ágy, ezt mi úgy hívjuk, és ez látszik, hogy az ilyen fehéres hamu anyag, és hogyha van egy gravitációs darálónk, vagy egy malomköves darálónk, ahol belöntjük a paprikát, és a malomkő megtekeri, vagy a gravitációs darálón átmegy, akkor ez mind belemegy a paprikába. Szabó Péternek saját elképzelése és koncepciója van, ami egy egyedülálló terméket eredményez. Kicsit máshogy működöm, mint a többiek, hiszen a mi paprikánk az sokkal drágább, mint egy átlagos paprika a piacon, de ennek azért van oka. Tehát autó-autó között is van különbség, hiszen van egy Trabant meg egy Ferrari, az áráról ne beszéljünk, de hát így vagyunk a paprikával is. Itt annyit kell tudni, hogy én már 7-8 éve nem használok műtrágyákat a földbe, és nem szántok. Ez azt jelenti, hogy ilyen én mulcsvetésbe gondolkodom, hiszen a talaj, tehát mindenki azt nézi, hogy milyen szép a növény, én meg azt nézem mellette, hogy milyen egészséges a talaj. Hiszen az elmúlt években, tehát apukám is nagyon-nagyon, tehát ki voltak adva a termőterületeknek a nagy része, hiszen ő csak egy kevés területen művelte a földet, és csinálta a fűszerpaprikát. És amikor én átvettem ezt az egészet, akkor annyit kell tudni, hogy tehát a humusz a lényeg. Tehát ha egészséges a talaj, egészséges a növény, és nem használunk növényvédőszert, meg semmilyen gombaölőszert, tehát ez lenne a lényege. A mulcsvetésnek az a lényege, hogy az előző évi gyökérzetet benne hagyjuk a talajba, a felső 1-2 centit munkáljuk, és a következő év főnövénye veszi át az elmúlt év gyökerének a helyét. A nagyobb mennyiség termelése helyett a kisebb, de minőségi alapanyag előállítását választotta. Igaz, hogy én nem 300 mázsát termelek egy hektáron, hanem csak 100 mázsát. Tehát nyers állapotról beszélek. Tehát itt jön egy árváltozás mondhatni, hogy nem 300 mázsa nyers paprikából kell előállítanunk 1 kg fűszerpaprika örleményt, hanem csak 100 mázsából. De itt már van egy minőségi mérce mondhatni, hiszen maga az íz, maga a színvilág, tehát az adott táplálékból, amit a növény fölvett, a 100 mázsára redukálódott, és nem pedig 300 mázsára oszlott szét. Tehát nekem ez az elsődleges, hiszen rossz paprikából rengeteg van a piacon, tehát mondhatni 90%-a visszaesett a fűszerpaprika termesztése. Tehát akik termesztenek még, azok is nagyon sokat importálnak. A megfelelő szárításnak köszönheti a fűszerpaprika a színét és a vitamin tartalmát. Mi alacsony hőfokon szárítunk. Plusz, ha leszedjük a nyers paprikát, akkor a paprika az érés folyamán nagyon sok cukrot vesz föl, és minél több cukor van a paprikába, annál több festékanyag lesz. Na most ez a festékanyag, ez úgy kerül a paprikába, milyen szalámi szütyőknek hívjuk, de szerintem ezt mindenki ismeri, meg látta már, hogy a házak köré ki vannak akasztva ezek a hosszú zsákok, ilyen 8-10 kg paprika van egy zsákba, és itt van egy 4-5 hetes olyan folyamat, hogy maga a szél, a levegő előasszalja a paprikát. Na most itt ez alatt a 4 hét alatt van egy nagyon bonyolult kémiai folyamat, hogy a felvett festék, vagy felvett cukorból 4-5 hét után festék lesz. Tehát nem kell belekeverdünk a festéket a paprikába, mert ezt a jóisten úgy tervezte, hogy az 30 nap után, vagy 40 nap után az szépen ott cukorból festék lesz. Tehát megint ki lehet húzni egy olyan anyagot, ami idegen az emberi test számára. Itt jön egy kézi csutázás. Tehát ez nem ámítás, kézzel, egyesével hölgyek kiszedik a paprikából a csutát, tehát nincs benne szemét. Tehát nincs gép nálunk, hanem kéz. Aki nem hiszi el, az bejelentkezés nélkül jöjjön a szezonba, és akkor az lesz a referencia. Tehát itt nem lesznek népviseleti ruhába beöltözött hölgyek, és akkor mutatjuk, amit kell, de közben a háttérben meg nem az van. Tehát az óriási kézi munkának köszönhetően megint van egy növekedés árérték arányba a paprikába, de hiszen a kézi erőt azt nem lehet géppel helyettesíteni, és a végtermékén kapunk egy nagyon szép asszalt paprikát, 100% csutamentest, amit 50 fok alatt szárítunk 20-22 órán keresztül, és nem vákumszárító, és nem 10 óra, és nem 80 fok, és nem 100 fok,
és ebből van az, hogy a fűszer paprikában rengeteg C-vitamin van, mert én tudom, hogy csak a család van a szárítóüzemben, nincs senki más, és ez a 40, 45, 46 fokon szárítjuk a paprikát. Hát a jelenlegi gázárak, tehát megint itt, hogy nem 10 óráig szárítjuk a paprikát, hanem 20 óráig, tehát ez megint egy dupla, tripla költséget jelent. Azután jön egy kíméletes őrlés. A szárításnál még annyi titok van, hogy nem szoktuk agyon szárítani a paprikát, hanem benne hagyunk annyi nedvességtartalmat, hogy a paprika szárazon eltartható legyen, ne legyen penészes, nem fog megromlani, ez egy ilyen 12-13%, de átlagosan 3%-ra szárítják le a paprikát, mert akkor könnyebb darálni. De hogyha természetes vizet hagyom a paprikába, az sokkal jobb, mint hogyha a darálásnál spricceljük hozzá a vizet, meg a festékanyagot. A magas színvonalú fűszernek megvannak a pénztárcabarát előnyei. Én meg azt mondom, hogy azért vagyok olcsóbb, mert fel annyit kell rakni egy szalámiba, egy pörköltbe. Tehát hogyha aki már ismer engem, tehát Szekszárd környéken elég sok étteremnek és magánszemélynek adunk el paprikát, akkor egy kiló húshoz kettő, tehát egy pupozott evőkanál bőven elég, és egy kiló kolbászba pedig csak 2 deka paprika kell. Tudom, hogy hihetetlen hangzik, tehát egy kiló húshoz 2 deka paprika. És akkor a só meg a paprika az 5-6-7 hónap alatt nagyon szépen összeérik, dolgozik, és nagyon szép színű lesz a szalámi. Egy jó termék eladja saját magát, vagy a termelő, aki sosem érezte szükségét annak, hogy reklámozza vállalkozását. Tehát én nem bonyolítok túl dolgokat, ezt az öregek már kitalálták. Tehát ezen én nem akarok változtatni, mert működik. Itt annyi, hogy én csak vettem 1-2 modern gépet, amivel többet tudok darálni, szebben tudok szárítani, hiszen régen azért ilyen kazánnal, meg nem tudom milyen kókler darálókkal darálták a paprikát, most meg azért vannak már nagyon komoly, ügyes mérnök gyerekek, akik, hál' Istennek a baráti körbe, akik ezeket a gépeket megtervezték és legyártották. Jó, hát itt aztán van titok, hogy mekkora az a daráló, hányat fordul egy perc alatt, meg mennyi kalapács van benne, mert az ez nem úgy van, hogy csak berakjuk egy darálóba és ledaráljuk, tehát ezek picit ilyen üzleti titkok. És azt mondom, hogyha valami működik, akkor nem kell itt a humbuk, meg a varázslat, meg a nem tudom micsoda. Tehát a lényeg az, hogy ne... Én azt látom, hogyha valami jó, és jön a vevő, akkor azokat a vevőket meg kell tartani.